Mindenkit megleptem ezzel a mozdulattal, illetve nagyon sok mindenkit gondolom, mert inkább a fordított mozdulatot látták eddig tőlem az emberek, és igyekeztem magamat teljesen tisztán tartani eddig a pillanatig, de nem sikerült. Azaz, hogy ne tervezem el, hogy mit fogok itt mondani. Tudnélik, már egyszer tartottam egy ilyen bevezetőt egy dharma beszéd előtt, és annyira túlterveztem, hogy hebegés meg habogás lett belőle, de egyébként ezt a mondatot már egy kicsit elterveztem. És nagyon érdekes itt Székelyudvarhelyen, hogy mit is mondhatnék, hogy beszéljek a zenről. Csongán Szulim azt mondta, hogy beszéljek itt a zenről olyan 10 percet, de hát tulajdonképpen nagyon nem tudok miről beszélni. De talán ez a nem tudás, ez elég inspiráló tud lenni. Mint hogy tegnap a G-pontban az irodalmi estem egyik író, már nem tudom, hogy Grecsó Krisztián volt, vagy a másik, mondta, hogy minden mondat mögött ott van a nem tudás. Mert az ember sokkal több mindent nem tud, mint amennyit tud, és ebbe a nem tudásba, mikor kreatív akar lenni, jobban bele tud kapaszkodni, mint abban, amit tulajdonképpen tud, vagy tudni vél. Hát itt Udvarhelyen, tulajdonképpen amikor a romantika bárban azt hallottam valakitől, hogy te Isten, olyan forró ez a leves, hogy az öcsék benne még meg van sűve. Na ez akkora hülyeség, hogy ez már zen, szerintem. Nekem a zen összekapcsolódik az abszurd humorral, amikor a Douglas Adams Galaxis utikalós toposoknak című abszurd humorú sci-fi regényéből szerettem volna az élet értelmét levezetni, mégpedig úgy, hogy a zenkoanokat összehasonlítani az abszurd humorral. Nagyon sok átjárást találtam köztük. Van egy nagyon jó kis történet, nevezetesen, amikor Isten és ember beszélget. És Isten azt mondja embernek, hogy nem vagyok hajlandó bizonyítani az én létezésemet, mert az én létezésem alapja a hit. Az ember azt mondja, hogy hát de ezzel a mondattal most pontosan bizonyítottad a létezésedet. Isten azt mondja, hogy tényleg, és elpukkan egy logikai buborékban. Az ember pedig azt mondja, hogy ez nem is volt olyan nehéz, bebizonyítja, hogy a fekete az fehér, és elütteti magát az első zebrán. És hogyha ezt a kis történetet ráhúzzuk arra, hogy az ember hogyan hitette el magával különböző téves nézeteket, hogyan azonosul bizonyos logikailag akár levezethető igazságokkal, és utána ezek az igazságok, amikben él, amit kivetít, hogyan puszil vissza, vagy a zebrán, vagy valami rossz házasság belelép egy gödörbe, vagy bármilyen módon. Tulajdonképpen igen szépen összefoglalja számomra legalábbis, hogy ez a zen dolog, ez mit is jelenthet a hétköznapi életben. Én, mint gyakorlatra találtam rá, azután, hogy olvastam Paul Bruntont, aztán olvastam Osót, aztán olvastam A.J. Christiant, vagy A.J. Christiant, olvastam Hanvas Bélát, és sok aha élményem volt, viszont nem találkoztam igazából teljesen élő módon azzal, hogy ezeket, sok okosságot, mit is kezdjek vele. Hogyan segít az nekem, hogyha éjjel 3-kor nekem jön egy pigmentált bőrű fiatalember, és megragadja az ingem, és megkéri, hogy te voltál-e, akkor én arra, hogy reagáljak. Nem biztos, hogy sok vallásnak nevezhető irányzat ilyen szituációkra ad egy olyan gyakorlatot, amivel ezt fel lehetne dolgozni. A zen viszont pontosan ilyen borzasztó, gyakorlatias, egyáltalán nem kirekesztő, és tulajdonképpen az történik benne, amit az ember magának csinál, ugyanamit a zongora. Ha gyakorol, egy idő után jönnek dallamok, egy idő után talán szebb is lesz tőle az élet, de a lényeg a gyakorlás, és hogy a hétköznapokba beleolvassza azt a harmóniát, ami egyébként lehetséges, de ingyen nem adják. És ezért is örülök nagyon, hogy eljöttünk ide Székelyudvarhelyre. Nem én fogom tartani a dharma beszédet, senki ne jegyjen meg egy cseppet se,
De nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk, egy picit rettegtem, hogy ó, most meg fog telni ez a hely, vagy nem fog megtelni, elég volt a plakát, meg nem volt elég a hirdetés online, vagy nem online. Lényeg, hogy szerintem a székely lelkületnek egyébként különösen közeli az affinitása a zenhez, mert közeli az affinitása a hülyeséghez, vagyis az élet egy kicsit könnyed vételéhez, ami nem feltétlenül egy olyan merev és konok dolog, csak talán néha. Remélem, hogy sokan, akik ma eljönnek ide, kapnak egy olyan ízelítőt és aha élményt, amit én kaptam Hajdan, amikor találkoztam először a Csongán Szunimmal, sőt, tulajdonképpen a videóival, mert azzal kezdődött az egész, hogy interneten elkezdtem nézni a videókat, és remélem, hogy ha sok választ nem is kapnak, de azért megfelelő kérdések megfogalmazódnak, mert az sokszor fontosabb. Én ezzel be is fejezném, és át is adnám a szót Csongán Szunimnak.